Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket nagy szombaton. Isten igéjét olvasom a Márk írása szerinti Szent Evangélium 15. részéből, a 43. verstől a 46. versig. Eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba. A kereszten függő Jézust övéi magára hagyták, néhány asszonyon kívül csak egyetlen tanítvány tartott ki a kereszt alatt, János. Bizonyára nagy gondjuk volt, kivégzi el a halott mester temetését. Úgy tűnhetett, nincs megfelelő ember a közelben. Ekkor lép elő Arimátiai József, a tekintélyes és tehetős férfi. Ő volt az Isten tartalékembere. Méltó temetést rendezett, mert saját családi sírjába helyezte Jézus testét. Lám, az égi madárnak van fészke, a rókáknak barlangja, Jézusnak nem csak a jászol bölcső nem volt sajátja, de még a sírja sem az. A sírba a halott Krisztus került. Nem csak az evangélisták hangsúlyozzák, megváltunk halott voltát, megvalljuk hitvallásainkban mi is, meghalt és eltemették. Jézus nem volt tetsz halott, végigjárta ember voltunk útját, engedelmes volt, mint halálig. A halállal szemben egészen egyedül volt, mint ahogy nekünk is egyedül kell meghalnunk. Jézus halála bátorrá tette Arimátiai Józsefet. Ő eddig titokban volt Jézus tanítványa, most már nem fél többé. Ez a kereszt egyik titka. Nem taszítja, de magához vonja a titkos és lapuló tanítványt, aki kész kilépni a nyilvánosságra. Ha a kereszttel mindennek vége, akkor az lett volna a logikus, ha megelégedetten nyugtázza, milyen jó, hogy a háttérben maradtam. Arimátiai József bátorsága azt jelenti, Jézus is nyilvánosan a kapuk előtt szenvedett, ő is vállalt engem, én is vállalom őt. Mi még többet tudunk, mint József a temetés napján. Tudjuk, hogy a sziklába vágott sírban csak egy rövid ideig pihent Urunk teste. Harmadnapon kilépett onnan. Nem a halálé az utolsó szó. Jézus erősebb még a halálnál is, bárminél és bárkinél. Itt az ideje, hogy ne féljünk többé. Ne féljünk a haláltól, ne féljünk a bántástól, a csúfolódástól, az előítéletektől. Éppen ezért lehet imádságunká, Uram, megvallom, hogy sokszor voltam gyáva, amikor kényelmesebbnek éreztem tétlenül hallgatni rólad. Ajándékozz meg hitből fakadó erővel és bátorsággal. Amen.